Magyar Salzburg? Van olyan egyetem az országban, ahol így emlegetik a kisalföldi megyeszékhelyet. Minden esetre a rendszerváltás óta nem volt példa arra, amire az év első 5 hónapjában. Győrben erősebb volt az idegenforgalom, mint Sopronban. Jó estét kívánok, ez a győri téma. Vendégem pedig itt a stúdióban Domanyi Eszter, a Győri Városháza marketing, kommunikációs és turizmus osztályvezetője. Kezét csókolom. Jó estét kívánok. Elégedettek? Elégedettek vagyunk, de azt gondolom, hogy mindig a maximalizmusra kell törekedni. Nagyon örülünk, ez egy pozitív hír, viszont azt gondolom, hogy nem a Győr városát nem összehasonlításban kell nézni más városokhoz, hanem itt nálunk kell a maximumot kihozni a város adta lehetőségekből, és szerencsére úgy látszik, hogy jó úton járunk, hiszen tény és való, hogy nagyon kedvelt Győr, akár a turisták körében, akár a rendezvényeink nagyon látogatottak, és hát egy pozitív kép alakult ki szerencsére Magyarországon városunkról. Ugye a tavalyi évhez képest a KSA adatai szerint 42%-kal nőtt a turizmus az év első 5 hónapjában. Mit gondolod, hogy minek köszönhető ez a kiugró eredmény? És ez azért egy nagyon nagy eredmény, mert egyébként már a tavalyi évben is jelentősen megnőtt a vendégészakák száma a 2009-es adatokhoz képest, tehát ez egy hatalmas különbség mondjuk a 3-4 évvel ezelőtti adatokhoz képest. Én azt gondolom, hogy fontos az, hogy egy összefogás jelentkezik Győr városában. Ez az összefogás, ez pedig az élet minden területén megjelenik. Tehát amikor arról beszélünk, hogy városmarketing, hogy márkaépítés, akkor nem csak arra kell gondolni, hogy mi az, ami rendezvények terén megjelenik a városról, hanem ez tényleg egy összetett kép. Belejátszik a gazdasági élet, belejátszik az, hogy szerencsére az elmúlt időszakban nagyon sok pozitív hír került ki Győrből, akár a beruházások tekintetében, új gyárépítések, befektetői érdeklődések tekintetében. Belejátszik, hogy rendkívül tehetséges és sokszínű kulturális intézményeink vannak, akik tényleg az ország minden pontján, sőt nemzetközi viszonylatban is képviselik városunkat. A sportsikerek pont úgy részei ennek, illetve hát azt gondolom, hogy az oktatási rendszer, a felsőoktatási intézményeink mind-mind egy olyan összképet alakítanak ki Győrről, ami fontos, és ami most már eljutott arra a szintre, hogy az emberek Magyarország más pontjain úgy gondolják, hogy Győr egy nagyon fantasztikus hely, jó ide eljönni, és érdemes megnézni, hogy milyen fejlődés zajlik az elmúlt időszakban. Ugye a Borkai Zsolt vezette önkormányzat szinte a kezdetektől fontosnak tartotta azt, hogy a városmarketingre, az idegenforgalomra nagyobb hangsúlyt fektessen, illetve hogy ezt fejlessze. Milyen konkrétumokra alapozták a város arculatának, imázsának megváltoztatását, a vonzerejének növelését? Ugye 2006-ban polgármesteri ígéret volt ez a Legyen Győr turisztikai centrum Magyarországon, és 2006-tól folyamatosan kezdődött el a munka. Főleg Bolla Péter kabinetfőnök úr vezetésével, illetve Serfőző Eszter kolléganőm vezetésével, akik a kezdetek kezdetén ott voltak, és a rendezvények, a fesztiválok terén egy koncepciót alakítottak ki. Aztán a későbbiek folyamán egyre nagyobb hangsúlyt kapott az önkormányzat életében a turisztika, a városmarketing. Ugye ma már városmarketing és sport önálló főosztályról beszélhetünk, azon belül pedig külön kommunikáció, marketing és turisztikai osztályról. És hát összeállt egy olyan fiatal, tehetséges csapat, akiknek tényleg Győr a mindene, és rendkívül tehetségesek, jobbnál jobb ötletekkel rendelkeznek, és ez a fiatalos lendület és dinamizmus azt gondolom, hogy megmutatkozik az elmúlt időszak eredményeiben is, hiszen akár a város arculatánál, a kiadványainknál törekszünk arra, hogy az figyelemfelkeltő legyen, színes legyen, megmutassa azt a sokszínűséget, amivel Győr városa rendelkezik, és hát emellett pedig ott vagyunk a legolvasottabb magazinokban, a legnézettebb televíziókban, nagy hangsúlyt fektetünk az online marketingre, illetve természetesen a óriás plakátkampányokkal is népszerűsítettük Győr városát az ország több pontján. Ugye ez a Miért megy mindenki Győrbe óriás plakát, amivel Budapestet teleplakátoltuk, az a kisfiú nagyon nagy népszerűségnek örvendett, úgyhogy tényleg próbáljuk kihasználni a lehetőségeket. És hát jelmondatuknak is vehetjük azt, hogy egész évben fesztivál Győrben. A fesztiválok mennyi vendéget hoznak a városba, ezt lehet-e mérni, mérik-e?
Ez változó, tehát nyilván fesztiválfüggő is. Az tapasztalható, hogy jó az, hogyha minél több rendezvény van egy városban. Ugye pont annál a városnál, amelyiket említetted összehasonlításban, utána olvastam, hogy azt kifogásolják a turisztikai szolgáltatók, hogy nincsenek rendezvények, nincsenek olyan események, amik vonzák az embereket. Győrben ezek megvannak, és most már azt gondolom, hogy jól működő koncepció alapján valósítjuk meg őket. Említhetném csak akár csak a nyárnyitó koncertet, ugye a Fantasztikus Republik koncertet, ahol soha nem látott tömeg volt a Szent István úton, vagy nem régiben volt a Györköc Fesztivál, tele volt a város, több százezren voltak, és tényleg teltházzal működtek a szállodák, a panziók, de kell minél több, és folyamatosan a jobbra és a többre kell törekedni, de azt gondolom, hogy azért előttünk vannak még ezen a nyáron is olyan rendezvények, amelyek szintén turisztikai vonzerővel bírnak, akár a barokk, ahol ugye a 20. barokk esküvőt rendezzük meg az idei nyáron, vagy a bornapok, ami pedig akarva akaratlanul is, de nagyon nagy népszerűségnek örvend szerencsére mind a győriek, mind pedig az ide látogatók körében. Az igazsághoz hozzátartozik az is, hogy ennek a növekedésnek, a vendégészaka szám növekedésnek egy fontos szeletét az üzleti turizmus adja. Hogyan lehet a munkájuk miatt a városba látogató üzletembereket megszólítani, illetve rábírni arra, hogy később jöjjenek vissza a családjukkal is, és ne csak egy-két napot, hanem mondjuk egy hetet töltsenek el itt? Igen, szerencsére az üzleti turizmus is élénken jelentkezik Győrben, és ez egyáltalán nem probléma, sőt az a jó, hogyha kiegészíti az üzleti turizmus a kimondottan városnézési szándékkal Győrbe érkező turistákat. És hát az elmúlt időszakban szép számmal voltak üzleti turistáink is, ami szintén egy összefogásnak köszönhető. Tehát azt gondolom, hogy az üzleti turizmus is azért virágozhat Győrben, mert egy olyan vonzó környezet maga a város, hogy egy részt érdeklődnek a befektetők, másrészt pedig olyan infrastruktúrális adottságokkal rendelkezik, hogy kiválasztják maguknak a befektetők, és amellett pedig egy nagyon jó és szép városról van szó, rengeteg rendezvényen, ahol tényleg aki ide látogat üzleti turistaként is jól érzi magát, felfedezheti a város adta lehetőségeket. Ugye a belváros folyamatos szépítésének köszönhetően tényleg azt tapasztaljuk, hogy Németországból, Ausztriából, Svájcból érkeznek hozzánk vendégek, és el vannak ragadtatva attól, hogy milyen szép a belváros, hogy rendben vannak az utcák. Ez ugye nyilván jár kellemetlenségekkel is a lakosság számára, de azt gondolom, hogy a győriek azért értékelik ezt, és amikor arról van szó, hogy éppen fel van túrva egy-egy utca, két hónappal később, mikor elkészül és szép lesz, akkor már örülni tudnak neki, és értékelik, hogy milyen változások vannak. Igaza lehet annak a Veszprémi Egyetemi tanárnak, aki az egyik óráján valóban úgy fogalmazott, hogy Győr a magyar Salzburg? Hát ez egy nagyon dicsérő és rendkívül pozitív elszólás, és azt gondolom, hogy ha valamelyik magyar városra mondhatjuk ezt, az Győr városa, és nagyon, én személy szerint nagyon szeretem ezt a várost, és büszke vagyok rá, hogy itt élhetünk, és ezért dolgozhatom. Hogyha valamelyik városra igaz lehet, az szerintem Győr. Egyébként honnan jutottunk el odáig, hogy most májusig 53 ezer vendég 130 ezer éjszakát töltött el, tehát erről az évről beszélünk a városban. 10-20-15 évvel ezelőtt mennyivel volt ez alacsonyabb ez a szám? Azt gondolom, hogy sokkal alacsonyabb volt, méghozzá amiatt, mert egy nem jó kép alakult ki a településről az emberek fejében. Tehát hosszú évekig Győrt iparvárosként titulálták, és ez nem jó. És sokáig tart az, és sokáig tartott az elmúlt időszakban, amíg sikerült bebizonyítani és felépíteni, hogy ez a város sokkal több annál, mint egy egyszerű iparváros, ahol gyárak és kémények vannak, hiszen aki ezt állítja, az szerintem nem a valóság. Állítja, de kialakult ez a kép Magyarországon az emberek fejében a városról, és ezt le kellett rombolni. Egyrészt büszkék lehetünk a dübörgő gazdaságra és arra, hogy milyen élénk az érdeklődés városunk iránt, de másrészt szerencsére ma már Győr sokkal több annál, mint egy iparváros. Rengeteg kulturális és történelmi értékünk van, fesztiváljaink vannak, olyan kulturális intézményeink vannak, sportegyesületeink, akik mind-mind erősítik, hogy nem egy egyszerű ipar. Városról van szó szerencsére. Mire számítanak ez év végéig? Hány vendég látogat el Győrbe?
Én nagyon bízom benne, hogy ez a folyamatos növekedés ez folytatódni fog, sőt, ugye ez az első fél éves adat, amiről most itt beszélünk, azért a július, augusztus, szeptember az még egy nagyon kiugró időszak a város turisztikai kínálata szempontjából, úgyhogy bízom benne, hogy ez a szám tovább fog emelkedni, és eljutunk oda, hogy nem csak erről a 46%-os első fél éves növekedésről beszélhetünk, hanem mondjuk a tavalyi évhez képest akár 50% fölött is lesz ez. Mi lehet a jövő? Melyek azok a turisztikai attrakciók a városban, amikre még lehet alapozni, sőt kell alapozni? Tapasztalható, hogy fontos az, hogy újra és újra megújulni képes legyen a város, és ezért folyamatosan kell odafigyelni a turisztikai attrakciókra. Ugye az elmúlt időszakban szerencsére a Mobilisnak köszönhetően, vagy a belváros fejlesztésének, a Füles bástya megnyitásának köszönhetően folyamatosan felfrissül a turisztikai kínálatunk, de nem szabad ezzel megelégedni. Azt gondolom, hogy a wellness és az egészségturizmus területén vannak még lemaradásaink, és nagy hangsúlyt kell fektetni erre, hiszen más települések meg ebben nagyon erősek, és tudnak szert tenni olyan előnyökre, amiket nem szabadna, hogy Győrrel szemben meg tudjanak tenni. Úgyhogy nagyon fontosnak tartom, hogy minél előbb egy olyan színvonalú fürdő és strand hozzá kapcsolódóan 5 csillagos wellness szálloda épüljön Győr városában, amit tovább növeli a város eredményességét és jó hírét. És hát ezen kívül pedig a jövő az, azt gondolom, hogy egy olyan nagy rendezvény, aminek, hogyha sikerül elnyerni a rendezési jogát, akkor az megint új lehetőségeket és új kapukat nyit meg Győr számára. Hát akkor mondjuk ki, hogy itt a 2017-es Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválról van szó. Mire számítanak, mit hozhat Győrnek ez a fesztivál, illetve hogyan készülnek rá? Ugye decemberben várható a döntés, jelen pillanatban készítjük a pályázatot, most már a végstádiumban van szerencsére. Egy nagyon erős pályázat lesz, úgyhogy én nagyon bizakodó vagyok. Amennyiben decemberben igent mondanak, akkor a következő 5 év alatt Győr egy olyan mértékű fejlődésen megy keresztül, amit jelen pillanatban szerintem el se tudnak képzelni a győriek. Gondolok itt akár uszoda építésen át, egy új olimpiai központ létrehozására, sportinfrastruktúrális fejlesztésekre, hotelfejlesztésekre, tehát megnyílik a lehetőség azelőtt, ami pedig szerintem a jövő, a sport. Turizmus. Tehát igenis, hogy Győr rendelkezik olyan adottságokkal, hogy Magyarországon utánpótlásképző központként, olimpiai felkészítő központként működjön. Ugye garancia erre polgármester úr személye, aki, mint a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke is ebben azért hatatosan tud segíteni a városnak. És hát emellett pedig felhelyezi Győrt véglegesen Európa térképére. Tehát az, hogy 49 országból érkeznek ide sportolók, ugye az EIOF az tulajdonképpen a nagy olimpiának a kis testvére. Tehát minden olyan joggal rendelkezik, mint a nagy olimpia. Nyitó ünnepség lesz, záró ünnepség, olimpiai láng, futás, minden egyéb, tehát televíziók közvetítik nemzetközi szinten is. Úgyhogy igenis, hogy ott meg kell mutatnunk magunkat, egész Győrt és egész Magyarországot meg kell mutatnunk, hiszen ilyen kaliberű sportrendezvény még nem volt Magyarországon. És hogyha már itt tartunk, akkor tulajdonképpen első alkalommal mondhatjuk el azt, hogy fellobban az olimpiai láng Magyarországon, és végre olimpiát rendezhetünk, ha nem is a nagyot, de annak a kis testvérét, az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivált. Ezek szerint a jövő nem csak gazdasági, hanem turisztikai és sport diplomáciai szempontból is Győrben épül. Én köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt. Én is köszönöm a lehetőséget. Önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet, ez volt már a győri téma, tartsanak velünk a jövő héten is, viszontlátásra.